Érkeznek a hívők és a meghívott vendégek a tótfalusi Szent József a Munkás római katolikus templomba. A május 23-án tartott első pünkösdi rózsa és virágfesztivál keretében ugyanis Monsignor Orlando Antonini nuncius, azaz pápai nagykövet celebrált szentmisét. Az eseményen jelen voltak a belgrádi magyar nagykövetség, a szabadkai magyar főkonzulátus elöljárói, ahogyan a magyar kanizsai önkormányzat, a szomszédos községek és települések, továbbá Tótfalut testvér településeinek képviselői. A mise után a templomkertben a pápai nagykövet és a belgrádi lengyel nagykövet leleplezte Szent II. János Pál pápa mellszobrát. A szobor a keszthelyi katolikus és református hívők támogatásából érkezett Tótfaluba, alkotója pedig Túri Török Tibor, keszthelyi művész. A szobrot a nuncius megszentelte, majd mindenki megcsodálhatta a pápa szobrát. Tótfalut már számtalan köztéri szobor ékesíti, ami növeli a település turisztikai vonzerejét. Kitűzött is és feltett szándékunk ezekkel a szobrokkal, hogy gazdagítsuk önmagunkat, gazdagítsuk a környezetünket, és hát mindezáltal a köztéri szobrok által a turizmusra is tudjunk úgymond ráhatni, és hát nem titkol dolog az sem, és ezen nem is titkoljuk, hogy ez a Szent II. János Pál pápa szobrával egyfajta vallási turizmus is meg fog indulni, amivel mi számolunk és ami elé állunk. Mindeközben nemzetközi szintű rózsa és virágkötészeti verseny zajlott az általános iskolában. A benevezett egyének és csapatok rózsából és tavaszi virágokból alkottak szebbnél szebb csokrokat, asztaldíszeket, amelyeket aztán szakavatott zsűri értékelt. A versenyzők Magyarországról, Szlovákiából és Romániából, valamint a környező településekről érkeztek. Közöttük találtuk a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ 6 kertész technikusát, akik különleges kompozíciókat készítettek. A rózsa természetesen mindegyik alkotásban megjelent. Saját ötlet, nézeltem az interneten, és akkor nem találtam olyat, ami megfelelő lenne, és akkor elgondolkodtam rajta, hogy legjobban egy saját ötletet készítenék, használtam liliomot, íriszt és rózsákat, meg különböző díszleveleket. Nem véletlen, hogy a tótfalusiak éppen rózsafesztivált szerveznek, hiszen ennek nagy hagyománya volt egykoron a faluban. Tótfaluban 30-40 évvel ezelőtt nagyon komoly rózsatermelők voltak, illetve hát Oláh Imre bácsi, aki az egyik legnagyobb név volt a valamikori Jugoszláviában, ő fajtákat is nemesített, és hát sajnos ez hanyatlott, és most már nagyon kevesen foglalkoznak a rózsatő termesztéssel. Hát ezt próbáljuk talán egy kicsit prezentálni, és hogy hát talán kedvet kapnának hozzá, mert hát egy rentabilis vállalkozásról volna szó. Szerbiában van még egy nagyon hasonló rendezvény, amit éves szinten szerveznek meg, illetve hát a közeli Szőregen, ami meg hát ugye a határ túloldalán van. Ők ugye, tehát ők nagyon komoly és nagyon nagy jellegű fesztivál szoktak szervezni, de hát, mint ahogy azt tudjuk, ennek a régiónak ugye a lelke és a rózsatermesztés ott van Szőregen. A bírálóbizottság értékelése alapján az első rózsakötészeti verseny legjobbja Rekecki Katalin lett, a második helyen Demus Natália végzett, a harmadik legszebb munkát pedig Pósa Tamara készítette. Ők mindhárman a Magyar Kanizsai Középiskola diákjai. A fesztivál délután felvonulással folytatódott, majd ünnepi műsor és pünkösdi családi játékok tették emlékezetesebbé ezt a napot. Ezt tervezzük most már évente megszervezni, és hát a jövőre való tekintettel pedig egy olyan tervünk van, hogy a falunapi rendezvényeinket is majd át fogjuk csoportosítani erre az időszakra, tehát ez itt valahol pünkösd környékére. Az első pünkösdi rózsa és virágfesztivál Tótfalut teljes összefogásából jött létre. A szervezésben és az előkészületekben közreműködtek a helyi közösség, a plébánia, a civil szervezetek képviselői és a falu egésze.